Mint arról már korábban beszámoltunk, Makó város önkormányzatának képviselőtestülete szeptember havi rendesülésén újra tárgyalta a Hagymatikum fürdő bővítésével kapcsolatos beruházást. A grémium egyhangulag döntött arról, hogy szükség van az uszodára, melynek mérete 25x33 méteres lehet. Emellett megvizsgálják annak lehetőségét is, hogy a meglévő tanmedence a mostani fejlesztési igényeknek megfelelően átalakítható-e, valamint felkérik a Makóna Kft-t a már megtervezett uszoda komplexum beruházási költségeinek felülvizsgálatára. A hétfői megbeszélésen Gerencsér Judit felelős tervező elmondta, az épület alapozása a jelenlegi 1,2 méteres vízmélységhez lett kialakítva, az úszáshoz szükséges 2,3 méteres vízmagasság tömegét a megépített alapozás és a fenéklemez nem bírná el. Továbbá az épület belmagassága is kicsi egy mélyebb medence kialakításához, nagyobb vízfelületű medence létesítése csak a tanúszoda bontásával lehetséges. Makovec Benyámin ügyvezető hozzátette, nem szabad egy 15 éves épületet elbontani, ezen szempontok miatt a tervező szerint nem alakítható át a mostani tanúszoda. A második kérdés kapcsán az ügyvezető arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a Makovec épületek egyedi építmények, különleges építési technológiák és anyagok felhasználásával készülnek. Ez a fajlagos költségeket is meghatározza. Másrészt az utóbbi években az építőiparban is béremelkedés volt megfigyelhető, legjelentősebben a szakmunkák munkadíja nőtt meg. Ugyanakkor néhány anyagfajtánál is tapasztalható volt jelentős áremelkedés. A beruházási költséget az a régebben ismert tény is növeli, hogy az uszoda komplexum építési területén a homokos altalaj miatt speciális alapozási technológiát kell alkalmazni, melyet a talajmechanikai szakvélemény is megerősített. A képviselők egyetértettek abban, hogy a versenyképesség megtartása és növelése miatt fontos a Makovec örökség további gondozása. A tervezett uszoda méretei megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, így az kisebb versenyek megrendezésére is alkalmas lesz, amelyhez elengedhetetlen a nézőtér és a megfelelő mennyiségű öltözők, további fedett vízfelületek, kiszolgáló sport és egyéb helyiségek. A témában folyamatos egyeztetések várhatók a képviselőtestület tagjai között.